Internetes ismerkedés egy közösségi oldalon az esetek jelentős részében ártatlan beszélgetéssel indulhat, és akár ruhanélküli fotók készítéséhez és küldéséhez is vezethet a csetelés, ha a fénykép 18 év alatti szemét ábrázol pornográf módon, és azt valaki birtokolja, akkor a tájékozatlan kiskorúak akár tudtukon kívül is bűncselekményt követhetnek el. Akár már egy darab fényképnek a birtoklása is megvalósítja ezt a gyermekpornográfia büntetét, akkor, hogyha a vádlott tud arról, hogy a képen lévő lány 18. életévét nem töltötte be. A gyermekpornográfia témakör aktualitását egy Tolna megyei ügy adja, erről tájékoztatott a szekszárdi törvényszék szóvivője az Ítélet című bírósági magazin legújabb adásában. Kovács Ildikó kiemelte, nemrég a bíróság elítélte azt a férfit, aki interneten ismerkedett fiatalkorú áldozatával, később mesztelen képeket kért és kapott is. Ez esetben a vádlott, aki még soha nem volt büntetve, és gyakorlatilag nem is nagyon tudta azt, hogy ezzel bűncselekményt követel, csak az eljárás során szembesült ezzel, illetve a végén saját maga kért elnézést a sértett lánytól, illetve az ő családjától is, akik hát megbocsátottak neki a maga nemében, így felfüggesztett szabadságvesztés büntetés lett a vége. A gyermekpornográf felvételek birtoklását gyakran összekeverik a pedofíliával, pedig az igazságügyi szakértő szerint a kettő közel sem ugyanaz. Közel nincsen hozzá, azt kell látni, hogy a pedofília egyik fontos ismérve, ugye a nevében is benne van, hogy kisgyermekekről van szó. Olyan kisgyermekekről, akiknél a másodlagos nemi jelleg még nem alakult ki, tehát gyermeki a testük. Ezek a lányok viszont, ugye ilyen 13, 14, 15 éves lányok, ezeknél azért már a nőiesség valamilyen szinten kialakult. Ugye az acceleráció folyamatában, ami arról szól, hogy egyre korábban serdülnek ezek a lányok, egyre korábban kezdődik a menstruáció, egyre korábban kezd el nőni a mellük, ez mind beletartozik, hogy ezek a lányok 12-13 évesen sokkal idősebbnek néznek ki. És hogy az Ildikó az előbb mondta, abban az esetben, hogyha tudomása van az életkoráról, akkor természetesen ez egy bűncselekmény, egyébként is bűncselekmény, csak a bíróság másképpen mérlegeli, hogyha aztán kiderül, hogy fogalma nem volt, és hogyha az orvos szakértő például azt mondja, hogy igen, ez a kislány 12 éves, de simán kinéz 20-nak, abban az esetben azt gondolom, hogy egészen másképp kell megítélni magát a bűncselekményt, mint akkor, amikor tudomása van az életkorról, láthatóan egy kislányról van szó. A témakörről további részletek is kiderülnek az Ítélet című bírósági magazinban, a teljes beszélgetés megtekinthető a Telepax műsorán és a telepax.hu oldalon.